Önismereti percek a Maxrádióban. Kedves Max Rádió hallgatók, ismét önismereti percek itt a Max Rádióban. Ha minden igaz, akkor itt van a vonalban önismereti szakértőnk, Skribek Melinda. Szia, Melinda! Szia, Tamás! Üdvözlöm a hallgatókat! Mi lesz a mai témánk? A mai témánk az, úgy gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a félelemről. Ez is egy olyan téma, azt gondolom, ami elég sokakat érint, és mindannyian tapasztaltuk már ezt, és ezért gondoltam, hogy egy picit ezt a dolgot is járjuk körbe. A félelem ugye az ez egy negatív érzés, egy lehangoló érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés kelt bennünk. Ez egy alapvető mechanizmus válasz, igazándiból a szervezetnek egy bizonyos ingerre, tehát ilyen ugye akár például a fájdalom vagy bármilyen veszély. Vannak pszichológusok, akik amúgy úgy vélik, hogy a félelem az egy ilyen alap, illetve egy ilyen öröklött érzelem közé tartozik. Ők azt gondolják, hogy van egy olyan csoport, ami magába foglal olyan érzelmeket, mint például akár az öröm, a szomorúság és a harag. És hát ezek közé tartozik igazándiból a félelem is. Ugye a félelmet meg kell különböztetnünk a hozzá kapcsolódó érzelmi szorongás állapotától, amit általában bármilyen külső fenyegetés nélkül lép fel. Ugye erről beszéltünk korábbi adásokban, nem térek rá ki. Igen. Továbbá a félelem ugye a kapcsolatban van a menekülési és az elkerülési viselkedéssel, míg a szorongás az mondjuk a veszélynek az eredménye, tehát hogy nem azonosítjuk teljesen nyilván a kettőt. Érdekes például az, hogy a félelem az szinte mindig valami jövőbeli eseményhez kapcsolódik. Tehát, hogy például félünk attól, hogy elveszítem az állásomat, vagy elveszítem a szerelmemet, tehát, hogy egy jövőbeli szituáció, amit én elfogadhatatlannak tartok az én számomra, tehát, hogy ugye ez idézi elő. Illetve a félelem az lehet egy azonnali reakció is arra, ami éppen most a jelenben történik velem. Charles Darwinnak van egy könyve, aminek az a címe amúgy, hogy az érzelmek kifejezéséről embernél és állatoknál. És, bocsánat, ebben a könyvében egy ilyen leíró meghatározást adott a félelemre, amit így felolvasnék most, hogy ő mit gondolt annó erről ugye még. Uh-huh. És ő azt mondta, hogy a félelmet gyakran csodálkozás előzi meg, és hasonló is hozzá, hiszen mindkettő a látás és a hallás azonnali aktivizálásához vezet. Mindkét esetben a szem és a száj is szélesre nyitott, a szemöldök pedig megemelkedik. A rémült ember először szoborként áll, mozdulatlanul, és lélegzett visszafolytva, vagy pedig ösztönösen legugol, mintha a menekülési lehetőséget mérné fel. A szív gyorsan és erőteljesen ver úgy, hogy nekiütődik a bordáknak. Az, hogy a bőr sokkal inkább az erős félelem hatása alatt áll, azon a csodálatos módon látjuk, hogy a veríték azonnal kiválik belőle, a szőrszálak a bőrön egyenesen állnak, és a felületi izmok reszketnek. A szív zavart mozgásával együtt a levegővétel felgyorsul. A nyálvirigyek hiányosan működnek, a száj kiszárad, és gyakran tátott és elnémult. Hát ugye ezt írta le igazándiból Darwin, mint félelmet. Azt gondolom, hogy amúgy tényleg nagyon sok mindenben igaza volt, ugye? De a félelemnek ugye a leggyakoribb jellemzői, azok elmondanám, hogy ugye így szakmailag elvileg micsoda, tehát az, hogy gyors szívverés, emelkedett vérnyomás, megfeszült izmok, kiélezett, vagy pedig ilyen átirányított érzékek, tehát hogy teljesen más. Ugye a pupilla kitágulása, ez azért van nyilván, hogy több fényt engedjen be, és fokozott izzadás. Azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaltuk amúgy ezt. Igen, igen, én is egyébként. Bocsánat, viszont a Darwin-féle dolgot, amit felolvastál, én nem hallottam, és tényleg sok igazság van benne. Igen. Hát volt, amiben azért neki igaza volt, még ha nem is gondolom, hogy mindenben.
Van úgy, amit mi leszoktunk amúgy szakmailag írni, hogy a félelem arckifejezése, és hogy, hogy mit értünk ez alatt, ugye, amikor valakire ránézünk, akkor mi is nagyon sokszor nem is gondoljuk ezt végig tudatosan, de mégis látod azt az emberen, hogy fél. Ugye látod az arc kifejezésén, és ugye miből is látjuk ezt? Tehát ugye valóban az, hogy mondjuk a szemek tágra vannak nyitva. Tehát hogy ez nyilván az, hogy látni akarjuk, hogy mi fog történni. Tehát ugye a pupillátnak a kitágítását, ugye, hogy több fény érkezzen be, jobban lássunk. A felső ajaknak a megemelkedését. A szemöldökök azok együtt történő húzódása van, és az ajkaknak ilyen horizontális irányú feszülése. A félelem amúgy egy élettani hatásai, a félelemnek az élettani hatásai amúgy érthetőbbek a szimpatikus idegrendszer válaszai által. Tehát ugye ez a harcolj, vagy pedig menekülj, tehát ugye ez az, amit így bennünk végül is ez gerjeszt. De összehasonlítva a paraszimpatikus válaszra, ami nyilván egy sokkal nyugodtabb állapot. Ugye a fizikai mozgáshoz használt izmok meg vannak feszülve. Ez nyilván szintén ez a harcolj és menekülyre a fizikai válasz. Tehát ugye fel van készülve a szervezet előre, erre. A vér az a zsigerekből kipréselődve a test többi részébe szállítódik, ugye nyilván oxigénnel, pont azért, hogy ugye tápanyagokkal, hővel, ezért következik be például a verítékezés, ugye, hogy hűtse a testet. Tehát, hogyha az inger például, amit átél az egyén, az sokkoló, vagy nagyon váratlan a számára, akkor egy általános reakció jön létre, ami megvédi a sérülékeny részeket. Ugye elsődlegesen az arc és a fej. Tehát, hogy ezt nyilván tudjuk, nem szoktuk végig gondolni, de bármi olyan van, vagy csak röpül felénk egy labda, vagy van, mivel meg akarnak dobni, rögtön oda kapjuk a kezeinket, a fejünkön, ugye. Tehát, hogy az arcunkat, a fejünket védjük, ugye, mint legsérülékenyebb részünket. Amikor ugye a félelem-inger, amikor félelem-inger lép föl, akkor a személy, aki fél, az képes például sokkal inkább ugrani, vagy gyorsan elindulni. Tehát, hogy alapból a szervezet úgy működik, hogy felkészülünk erre, anélkül, hogy mi ezt tudnánk. Tehát, hogy mi adnánk úgymond a testünknek ezt a parancsot. Ugye a szívverésünk teljesen fel van gyorsulva, tehát ugye szoktuk is mondani, hogy Isten a torkomban dobog a szívem, ugye érezzük ezt a dolgot. A félelemnek ugye két nagy csoportba, illetve a félelemnek két nagy csoportba soroljuk, van egy külső és egy belső félelem. A külső félelem ugye az egy rajtunk kívülálló dolog által van előidézve, aminél mondjuk egy ilyen erős motivációnk van, hogy elkerüljük azt a valamit, ami számunkra a félelmet kiváltja vagy kelti. Ugye ez lehet ilyen például, hogy van, aki ugye mondjuk nem bírja, teszem azt mondjuk a csúszomászokat, meglát egy pókot, mondjuk meglát egy kígyót, és mondjuk azonnal elkapja ez a félelem. Illetve van egy belső félelem, ami ugye szintén rajtunk kívülálló dolog, de amihez valamilyen negatív érzelmet társítunk. Tehát itt gondolok például az alacsony önbecsülés okozta félelemre. Ugye erről is beszéltünk amúgy korábban, és ugye ezért is fontosak ezek a dolgok, amiről beszélünk itt az önismereti percekben, tehát hogy tényleg minden mindenre kihat, illetve összefügg, tehát hogy amikor azért félek én valamitől már előre, mert saját magamban nem bízom, hogy az a dolog sikeres végkimenetlenül lehet. A félelmeket ugye különbözően tudjuk besorolni, attól függően ugye, hogy mekkora fokú félelmet tapasztalunk. Ez ugye az enyhe figyelmeztetéstől kezdve egészen a szélsőséges fóbia, illetve még annál is magasabb paranoia is lehet igazán. A félelem kapcsolatban áll amúgy számos ilyen további kognitív és érzelmi állapottal, nem megyek részleteibe bele, de itt is bele tudjuk érteni például az aggódást, a szorongást, a rémületet, ugye a horror, a pánik, a rettegés. Ugye itt beszéltünk korábbi adásban ugye az aggódásról és a szorongásról például. A félelemnek a megtapasztalása után még nagyon sokáig fennmaradhat a tudatalattiban ez a negatív élmény számukra, és nagyon sok embernél ez például ilyen rémálmok formájában mondjuk van, hogy még később is előjön, illetve vannak ugye ennek is szintén az erősebb formája, vagy fokozata az akár az éjszakai rettegés is előfordul. Ugye ez nagyon sokszor gyerekeknél is megfigyelhető, ugye, hogy nagyon sok mindenről képezél, aztán felriadnak.
De ugye van, amiről beszélni, azt gondolom szintén kell, és ide tartozik, ugye ez a bizalmatlanságnak a megtapasztalása. Tehát, hogy a bizalmatlanság megtapasztalását is lehet magyarázni egy ilyen gyenge félelem vagy veszélyérzetként. Ugye amikor én valakivel bizalmatlan vagyok, ugye akkor is félek attól, hogy valami olyan negatív dolog fog történni, azáltal a személy által, vagy ahogy én vele kapcsolatba kerülök, ami számomra mondjuk valamiért nem lesz pozitív végkimenetelű. Nyilván itt fontos az mondjuk, hogy ilyen különböző megnyugtatásokat tudjuk magunknak adni, mert a megnyugtatás az eltünteti a félelmet. És érdekes az is, ugye, hogyha többször csinálunk valamit, amitől félünk, akkor az viszont bizalmat ébreszt. Tehát, hogy egy idő után ugye bizalmat nyerünk. Tehát mire gondolok, ugye, tehát nyilván valakiben nem bízunk, vagy valamiért nem bízunk magunkban, ugye egy-egy dolognak mondjuk ott sikerül megcsinálnunk, és mégis legyőzzük a félelmünket, és megcsináljuk, ugye, hogyha ez egy pár alkalommal megtörténik, akkor onnantól kezdve ez a félelem ez el fog bújni. Tehát, igen, hogy ez az, amikor ugye az önbizalmamat úgymond elkezdem növelni, akkor nyilván minél magabiztosabb leszek, ugye a félelmeim el fognak múlni. De ez az, amit én mindig mondok a kedves pacienseimnek is, hogy sajnos ez nem lehet másképp edzeni, mint úgy, hogy beleállunk a feladatba. Igen, pont tehát, ezt akartam mondani, hogy egyszerűen nézzünk szembe a félelmeinkkel. Így van. Szóval egyszerűen nem lehet másképp sajnos ezt megtenni, mint azt, hogy minél többször csinálok olyan dolgot, amitől valójában félek, és egyre inkább ugye rá fogok jönni, hogy nincs ezzel problémám, és ezért ez a félelem szépen el fog múlni. Ugye van ugye a félelemnek ugye akut jellegzetes formája is, például mint a rettegés. Ez egy nagyon közvetlen és személyes veszély általi érzés, tehát hogy ami folyamatosan ott van bennem, nyomaszt engem, egy korábbi tapasztalás általában okozhatja ezt akár egy fóbiának a tárgya is, tehát az, hogy én valamitől félek és mondjuk meglátom. A rettegés amúgy nyomaszthat valakit egészen addig a pontig, hogy teljesen ilyen irraciális döntéseket hozzon, illetve ilyen atipus viselkedést produkáljon. És hát ugye van a paranoia kifejezés, amikor a félelemnek a pszichózisát írjuk körül igazándiból ezzel, tehát itt tapasztalható ugye egészen mondjuk ilyen üldöztetés hosszú távú érzéssel, meg az, hogy mondjuk ilyen nagyon szélsőséges érzelmi állapotot él meg az egyén, és nagyon sokszor ilyen teljesen téveszmékkel van ez kombinálva, tehát hogy nyilván az illető viszont meg van győződve arról, hogy ő valamiért folyamatosan veszélybe van. Nyilván itt ilyenkor ugye már szélsőséges és nem megszokott módon történő a magatartása, tehát hogy ez már tényleg egy komolyabb dolog. De mitől is félünk? Ugye történt erről is egy felmérés, hogy a felmérések szerint ugye a leggyakoribb félelmek közül, nem tudom Tamás, hogy te mire gondolsz, hogy mik a leggyakoribb félelmei az embereknek? Van-e tipped? Hát én a környezetemben nagyon-nagyon sűrűn találkozom különböző állatoktól történő félelmekkel. Én ezt tenném az első közé, de biztos nem így van, ugye? De amúgy jó helyen jársz. Igazándiból nincs sorrendben felállítva itt, ahogy én most elmondom. Tehát nem ez a sorrend, de amitől a leggyakrabban félnek az emberek, azok a gonosz erők szellemek létezése. Csótányok, pókok, kígyók, a magasság, a víz, a zárt helyek, a sötétség, alagutak és hidak, félelem a tűtől, ugye? Akkor igen. A társadalmi visszautasítástól való félelem, illetve a kudarctól való félelem, nyilvános beszédtől való félelem, és hát nem utolsó sorban ugye a halálfélelem, amire azt gondolom, hogy tényleg sokat hallottunk. Az embereknek, tehát az emberek a tanulásuk eredményeként különféle, és eléggé egyedi félelmeket tudnak amúgy felfedezni. A pszichológiában ezt ilyen félelem kondicionálásként vizsgáljuk. Ez egy 1920-as kísérlet óta van így igazán, valami Joby Watson csinált.
És hát ebben a vizsgálatban ő egy fiatal, 11 pár hónapos kisfiút egy laboratóriumi körülmények között, hát egy fehér patkánnyal megijesztettek. És ez a félelem teljesen általánossá vált más fehér szőrös tárgyaknál is. Tehát ugye, hogy nem kellett folyamatosan csak, hogy ez feltétlenül egy patkány legyen. Hát ugye a valóságban egy ilyen régítő, rossz emlékű baleset során mondjuk szert teszünk a félelmeinkre. Tehát ugye ez bármi lehet. És például, hogyha mondjuk egy gyerek beleesik egy aknába, mondjuk ott ugye küzd, hogy ki tudjon jönni, vagy akár egy felnőtt is, akkor nyilván, hogy ő később ettől félni fog, vagy mondjuk a magasságtól, ugye, akinek tériszonya van. Nagyon sokan vannak, ugye, akinek a zárt telektől, ugye klaustrofóbiában van, mondjuk akinek víziszonya van, ugye a fóbiája. Tehát, hogy ezek mind megállapíthatóak lesznek nyilvánvalóan nála, tehát nem csak kifejezetten a félelem, ugye ez végül is a kutatásnak a lényege, hogy az agynak a területei kapcsolatban állnak ugye a félelemmel, és hogy kiderült az is a vizsgálatból, hogy a félelemnek a megtanulása az független attól is például, hogy mi magunk éltük át a traumát, vagy másoknak a félelmeit figyeltük meg. És nem feltétlenül koncentrálódik ugye csak arra az egy dologra, mint ugye itt is, hogy nem csak egy fehér patkánytól fogok a közeljövőben félni, hanem az összes olyan dologtól, ami rá hasonlít engem, holott nem éltem át mondjuk mással ilyen dolgot, tehát lehet az egy fehér kisztuszi is. És mégis így fogok rá később reagálni. Tehát ugye a félelem az valójában egy tanult érzés. És ugye ennek a kapacitása az nyilván ez az emberi természetnek a része. Nagyon sok tanulmány megállapította, hogy bizonyos félelmek, tehát hogy például, amit mondtál is, hogy állatoktól, vagy akár magasságtól, azok sokkal gyakoribb, mint néhány más félelemtől. Tehát mondjuk virágoktól, meg a felhőktől nagyon kevesen szoktak félni. Nem tudom, hogy te hallottál már ilyet, ugye? Nem nagyon, viszont a klaustrofóbia az abszolút most már elterjedt, hogy ilyen csúnya szót mondjak, de tényleg főleg a lift esetében nagyon-nagyon sokan életükben legalább egyszer beszorultak a liftbe, és onnantól kezdve folyamatosan, és nem csak a liftben, az a legnagyobb baj, hogy utána ugye a klaustrofóbia az nem csak a liftre vonatkozik, és onnantól kezdve tényleg a bezártság az ilyen. Pont ez a magyarázat, amit elvégeztek ezt a kísérletet, ugye, hogy a hasonló dolgok is berögdődést, vagy ugyanezt ezt a félelem érzetet váltják ki. Ugye, de magában ugye ez a jelenség, ez miért is van, ugye? Hát ez a jelenség, ez oda vezetjük igazándiból vissza, hogy ez egy ilyen felkészültségként van az emberben. Hát ugye, hogyha visszamegyünk a korábban élő emberekhez, akiknek mondjuk nagyon gyorsan fel kellett, hogy mérjék mondjuk a különböző veszélyes helyzeteket, ugye, és akkor nagyobb esélyük volt a túlélésre, illetve a szaporodásra. Tehát ugye a felkészültség egy elmélet, ugye, ami szerint ilyen téren mondjuk ez egy genetikai hatás is, és ezért ennek az eredménye az ugye része a természetes szelekciónak. Tehát itt is egy kicsit ugye az, aki sokkal jobban ugye meg tudott úszni dolgokat, nyilván nagyobb esélye maradt életben és hozott utódokat. Tehát ez egy felkészülésnek is mondható, csak azért ennek ugye vannak negatív dolgai is. Említettem még ugye, hogy gyorsan beszéljünk erről ugye, hogy a félelem is mondjuk a halál. Ezzel is nagyon sokat foglalkoztak a pszichológusok, ugye így ezzel a feltevéssel, hogy például mi szerint ugye a haláltól való félelem az motiválja az embereket a vallási elkötelezettségre például, és enyhíti azt például az örök életnek a biztosításával, ugye. Tehát, hogy a tapasztalt kutatás például ebben a témában amúgy nem teljesen egyértelmű, de azért nagy százalékban azt mutatja, hogy ugye, hogy van olyan kutatás, amely szerint mondjuk az embereknek, tehát, hogy akik a legbiztosabbak a hitükben, és mondjuk tényleg rendszeresen valamilyen vallásos szertartáson vesznek részt, azok félnek legkevésbé a haláltól. Illetve azok az emberek, akiknek mondjuk nagyon ilyen laza a vallásos hite, ők a legaggódóbbak, és érdekes mondom, hogy azok az emberek, akik mondjuk nem vallásosak, ők vannak középen. Tehát ők ilyen közepesen félnek a haláltól. Nyilván itt is van különbözőség, mert ugye itt is vizsgáltak különböző felekezeteket, nem megyek most ebbe bele. Itt egy volt,
nyilván még érdekes, hogy például ugye ez a keresztény fundamentalizmus és a Bibliának ez a más szigorú értelmezései, azok kapcsolatban állnak például viszont a nagyobb halálfélelemmel is. Tehát, hogy érdekes, hogy ellentmondás van abszolút itt is, több kutatásban is. Viszont az teljesen egyértelmű volt, hogy vannak olyan vallási irányzatok, amik nagyon hatékonyan tudják ezt kezelni, és szinte abszolút meg tudják szüntetni a halálfélelmet, ugye ilyen fele a buddhizmus, ugye, akik mondjuk hisznek a reinkarnációban, vagy az újjá születésben, hát igazán azt mondják, hogy valójában nem halunk meg, ugye. Úgyhogy, hát igen, ugye a hit az mindig segít az emberben, én mindig azt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy miben hisz valaki. Lényeg az, hogy valamiben higgyél, mert az biztos, hogy erőt és segítséget ad neki. Amire én még szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, hogy nyilván nagyon rossz az, hogyha valaki folyamatosan félelemben él, és teljesen mindegy, hogy mitől félünk. Vannak olyan emberek, akik nagyon jól ki tudják azt találni, hogy mire az egyik félelmem eltűnt és kipipálódott, úgymond, és tudom, hogy nem, tehát nem következett be, nagyon gyorsan tudok találni egy másik dolgot, hogy miért, tehát szinte lételemük a félelem. Amit tudni kell azonban, hogy a félelmeinknek a többsége a soha nem is tud bekövetkezni, és nem is fog bekövetkezni. Erre is voltam úgy felmérni, és a félelmeinknek kevesebb, mint 20%-a az, ami valójában megtörténik velünk. Tehát, hogyha így nézzük, akkor 80%-ban teljesen feleslegesen úgymond túráztatjuk magunkat ezen a dolgon. És azt gondolom, hogy ha tényleg ezeket sikerül az embernek tudatosítani, akkor talán váljon arra, hogy rettentő sok felesleges energiát elpazarlásától megkíméri magát, és talán sokkal könnyebb is elengedni az ilyen félelmeket, hogy beleállunk a dolgokba, mert hát igazán volt tényleg ez a legjobb megoldása. Igen, én is úgy vagyok vele egyébként, hogy a félelmek azok ilyen olyan dolgok, hogy egyrészt szembe lehet velük nézni, másrészt pedig bizonyos embereknél, például egyébként nálam is, tehát kellett, hogy történjen valami az életemben, ami kapcsán könnyebben szembenézek a félelmeimmel, illetve kevésbé félek. Tehát gyakorlatilag én, amióta köztudott, hogy rákos voltam 11 néhány évvel ezelőtt, túléltem, és azóta valahogy tényleg kevésbé van bennem félelemérzet, egyáltalán bármirent. Van egy-két dolog, de tényleg elenyésző. Igen. Hát persze kinek mit kell ugye ehhez megtapasztalnia, de mindenképpen én azt gondolom, hogy nagyon nagy szabadságot jelent az életben az, hogyha a nagyon-nagyon kevés félelem az, amivel együtt kell élnünk, és ezen nagyon lehet dolgozni amúgy szintén az embernek az önismeret, az önbecsülés fejlesztésével, úgyhogy ez tényleg mindenki szinte rajta áll, hogy ő mit tesz ezért meg, vagy pedig inkább egy ilyen szorongó félelemekkel teli életet él. Így van. Hát már csak ezért is érdemes volt megint egy ilyen témáról beszélni. Nagyon szépen köszönöm Schriebeck Melindának, hogy itt volt. Kedves Megszárdi hallgatók, az elmúlt percekben Schriebeck Melindát, önismereti szakértőnket hallottátok. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, Melinda, hogy itt voltál. Nincs mit, nagyon szívesen, és szép estét mindenkinek. Szia! Sziasztok! Ezek voltak az önismereti percek a Megszállni Jóban. A műsor támogatója